Vendégünk Robert, Maridi, a vendégünk Róbert, Jászai Maridia, színész, rendező, tévéműsorvezető és még sok minden egyéb. A legutóbb Kazincz Barcikán járt, és egy róla szóló könyvről beszélgettünk. Csáki Judit írt egy könyvet, az a címe, hogy Rajtam nem múlt. És ugye nem mindenkinek hallgatná az ember szívesen azt, amit egy konyhában beszélget, mert ugye itt több konyhában, beszélgetnek. Ez a könyv mégis érdekes. Nem csak azért, mert Alföldi Róbertről szól, hanem, hanem sok minden másról is. Most ebben a rövid időben próbáljunk néhány dolgot. Engem, ami a leginkább érdekel, akkor most elsőként az, hogy ugye Csáki Judit írt már a, a Nemzetiről is. Igen. És akkor az apró a Nemzeti Színház nem nagyon szereti, ha a Nemzetiről kérdezik. Igen. Nem nagyon mondja ki a nevét. De mégiscsak az érdekel, hogy, hogy feldolgoztál már a én... sikert, vagy a bukást, ugye van egy ilyen mondata is valahol, hogy a sikert és a bukást is fel kell dolgozni. De most arra gondolod, hogy ezt a bizonyos részvénytársaságot feldolgoztam el? Hát például, aha. Én 15 éve ezt feldolgoztam. Tehát Nincs abba... semmi, baja velem. semmi bajom vele. Semmi bajom Nekem az egy sikertörténet, Mi lenne vele bajom? Jó, akkor mi... Eltelt 15 év, és mindenki azt nem legeti. Tehát mi, mi ezzel a probléma? Meg, hogy én elhatároztam hogy abból én csak a jót viszem el, tehát vagy a jót viszem tovább. De tényleg mit kéne rajta feldolgozni, miközben, miközben tehát én azt úgy élem meg, hogy egy sikertörténet. Tehát azt, azt, feldolgoztam, mert azt így viszem magammal, persze. Jó, hát a sikereit akkor feldolgoztad, de azért az mégiscsak, amikor az ember valamit letesz. Vagy azóta már vannak, vannak másfajta kudarcok, amikről beszéljünk? <laughs> Ez most nem provokáció voltam. Az a típusú kudarc, ami nem rajtam múlik, az azt szerintem nem érdemes foglalkozni, mert csak felesleges energiapazarlás. Tehát az, ami rajtam múlt, vagy múlik, vagy múlhat, vagy egyetem beleszólásom van abba, hogy hogy alakul, azon érdemes gondolkozni. De az a kudarc, vagy az a, az a vég, ami nem rajtam múlik, mert nem én döntök így, hanem mások, döntenek erre, arra, amarra, az, az szerintem nem érdemes tovább mert azon az ember, nem, tehát ami nem tudsz változtatni, azon mit hagyja az? Tehát ezt el kell engedni, mert hogy, hogy szerintem csak megrohasztja az embert, nincs értelme. Tehát ami, ami amiben nincs valós mozgás tered vagy nem tudsz valóban lépni erre, arra, amarra, jobbítani, stb. 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 Szerintem azon nem kell foglalkozni, rövid az élet, tehát nem éri meg. Megszólalnak ebben a könyvben kortársai is, néhányan, néhányat megszólaltatottsági Judit, és, és van, aki azt mondja, hogy a, a Nemzetiben vált igazán nagy rendezővé. Ezt, ezt ön is így látja? Én nem nézem magam ennyire kívülről, mert ennyire nem érdeklem magamat kívülről. Tehát ez nem az én dolgom, és ez nem a, nem a szerénység mondatja velem, nem vagyok egy szerény ember ilyen szempontból. Tehát, de hogy tényleg nem az én dolgom, hogy én azzal foglalkozzak, hogy hogy mondjam, tehát, hogy időintervallumokban, vagy tágabban értelmezem azt, amit én csinálok. Én azzal tudok foglalkozni, amit éppen jelenleg csinálok. És nem is nagyon szoktam ilyen szempontból se visszanézni, meg az ember nagyon nehezen elemzi magát kívülállóként, hogy 15 éve hogyan rendeztél, vagy most hogyan rendeztél. Én azt el tudom, hogy elmerem mondani minden tisztességemmel, hogy a 15 évvel ezelőtti munkáimat is akkor azt úgy gondoltam, és tisztességesen végeztem el, tettem azt, ami akkor tellett tőlem, és ez ugyanígy van azóta is. De az, hogy ez hogyan változik, vagy ennek milyen rendszerei vannak, vagy mi a jobb, vagy mi a rosszabb, ez szerintem nem az én dolgom, de nagyon komolyan mondom, hogy nem foglalkozom ilyenekkel. Foglalkozzanak mások velem, ne én magammal. Szóval, hogy, tehát ez, ezzel, de ebben nem is lehet objektívnek lenni. Tehát most visszanézel önmagad korszakaira. de mondjuk, ha egy viszél. régit megnéz, akkor, akkor, mit mond? Ha régit megnézem, valamiben a régit megnézem, akkor azt mondom, hogy jó, 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 rendben van, és amikor azt mondom, hogy úristen. De hogy... Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ha régit megnézem, akkor azonnal eszembe jut-e az, hogy mi volt a szándék azzal. És az általában, általába becsúszik, vagy hogy ez látszik. Az, hogy az elmúlt 15-20-30-35 év alatt az embernek mit változik a stílusa, vagy mit változik a világ, vagy mit változik a színászforma, nyelve, tatatatatata, ta, ta, az szerintem egy teljesen normális és természetes folyamat. De az, hogy én azt akkor miért csináltam, vagy mit gondoltam, vagy mit, miért szerettem volna megcsinálni, az az esetek 80%-ában az, az tiszta. És azt most se gondolom máshogy. De hogy hogy miért készült el akkor-annó az az előadás, az, az szerintem vállalható számomra. Sőt, tehát azt én vállalom abszolút, mert szerintem ez a fontos. Akkor még egy idézet egy kortársról, hogy az ön színdarabjai nagyon tehetségesnek tartja, de hogy az ön színdarabjai politikai kiáltványok. Ezek erre mondjuk hogyan reagál? Én. Na jó, egy kicsit. Ha így gondolja, így gondolja. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez sokszor rám van, Uh, húzva, hogy ezek politikai kiállások, nota bennem a Magyarországon, egyáltalán bárki kérdez valamit, az már egy politikai kiállás. Tehát, hogyha nem csak az van, hogy bólogatsz és segget nyolc, az már egy politikai kiállás. Uh, én azt gondolom, hogy mint minden nyitott szemmel járó színházat csináló ember, én arra reagálok, hogy azt vizsgálom, vagy arról próbálok kérdéseket föltenni, amiben élek. Az egy társadalmi hozzáállás. Sajnos Magyarországon a társadalom bármely szegletével, kérdésével, problémájával való foglalkozás, de csak olyan szinten is, hogy kérdezel, az ma politikai téma, holott nem kéne annak lenni. Tehát a kisebbségek ilyen-olyan-amolyan problémája, a... tehát bármilyen problémáról való gondolkodás, az ma Magyarországon politika. Ez, ezt nem veszem a nyakamba, hogy, hogy ez miattam van. És ezért lehet azt gondolni, hogy manapság bárki, aki társadalmi kérdésekről gondolkozik, társadalmi helyzeteket mutat, mert válaszokat egy előadás nem tud adni, ha tudnék, akkor nem ezt csinálnám, hanem mást, az rögtön politikai területre viszi a dolgot. De bárki bárilyen módon megnyilvánul. Orvos, tanító, izé, tehát a, a tanár kimegy azért, vagy bárki kimegy azért, mert szakszervezeti jogait gyakorolja, az már egy politikai kiállás. Vagy ez egy politikai helyzet. Tehát ilyen szempontból sajnos az országunk olyan, hogy hogy bármi, ami kérdésföltevés, vagy vizsgálod, bármi, ami gondolkozás, az politikával válik. De, de én nem csinálok politikai előadásokat. Tény, hogy nem is másolok. Tény, hogy, hogy minimálisan is megkérdőjelezem, hogy ami, amire azt mondja a hatalom, hogy az csak és így üdvözítően jó, azt én minimum megkérdőjelezem, hogy elkezdem vizsgálni. Vagy tény az is, hogy szeretem a tényeket. Tehát, hogy sokkal is jobban szeretem a tényeket, mint, a, mint ezt a virtuális valóságot, amit, amit a mostani Magyarország elvár minden állampolgárgárától, az értelmiségtől meg különösen. És ez a mondatom, ez már is egy politikai mondattá válik. Holott ennek nem kéne politikai mondattá válnia. És nem is azért mondom, hiszen nem azt mondom, hogy ez a párt, vagy az a párt, vagy hanem egy társadalmi állapotról beszélek, egy társadalmi állapotról, amiben egy értelmiségnek bármilyen megmozdulása, az rögtön egy politikai kiállás vagy szerepvállalás, ami nem jó. Nézzük a szakmáját is mondjuk több aspektusból. Egyrészt ugye, hogy több is van, bár az számomra kérdés, hogy... Kétféle van? Tehát, ha mondjuk színészeket is nézek, akkor azt mondom, hogy ha, ha nézek médiumokat, az egyik az egyikben szerepel, egyik típusúban szerepelhet csak, a másik csak a másikban. És ez egy kicsit elmebaj, nem, ebben az országban? Vagy ezt, ezt hogyan látja? Hát vagy az ezeket az istálók kérdését? Tehát nem itt kezdődik a magyarországi elmebaj, tehát ah, tudnánk sok minden mást mondani. Ö... Az a baj, hogy, hogy ez nem, tehát, hogy ez a színészek nyakába van varva, ez nem a színészek problémája. Tehát nagyon kevesen vagyunk azok, akik megengedhetik maguknak azt, hogy mindenféle egzisztenciális kiszolgáltatottság nélkül mondják és képviseljék a véleményüket. Tehát lassan-lassan így öregedve rájövök arra, hogy nem nagyon van joga senkinek sem a másiktól elvárni a bármilyen kiállást, vagy bármilyen eszmei és elméleti kiállást valami ellen, vagy valami mellett, mert egyáltalán nem tudjuk, hogy ez a másik ember milyen helyzetben van. Tény, hogy ezzel viszont működtetjük és legalizáljuk azt, amiről azt gondoljuk, hogy nem így kéne működni, de az nem a színészek dolga, vagy az... Tehát annál abszurdabb dolgot nem tudok elképzelni, mint hogy rendezek egy előadást, aminek a főszereplője az egyik tévécsatornának egy nagyon fontos arc, aki elmegy beszélni erről az előadásról, és az én nevemet nem lehet kimondani. Amiben nem csak... A... De nem leszek jobban, vagy kevésbé jobban ismert félre ne nem erről szól. De én azt nem értem, hogy mi történt volna, ha ki mondja. Ki tudja. <laughs> Mit összedől a csatorna, megtámadják az épületet, vagy nem tudom, hogy mi történt volna. Teljes. Az a én erről azt gondolom, hogy, na, hogy közben annyira mórickás, de hát, hogy nem is nagy stílű, kis stílű. Tudod, Hogy mi volt, de tényleg mi volt. De ez nem a színészek dolga, és nem a művészek felelőssége. De ez az országban mindenütt így van. Akkor még egy kérdés, ha már az apropó, ez a könyv. Igen. Akkor egyrészt, tehát ez az utolsó kérdésem, de két részből áll. Vagy egyrészt volt-e olyan rész, amire azt mondta, elolvasta, hogy ú, ezt át kell írnom, vagy ezt egy kicsit szerkesszük már át. De szépen, hogy, hogy, hogy mi a kedvenc része? Volt igen. De az főleg ilyen magánélegű volt. És volt is, amiről azt mondtam, hogy nem a benne. És van -e olyan, ami tetszik önnek, vagy még nem beszélt róla? Én vagy? nagyon nem, 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 nem olvastam <gül> még. <gül> Tényleg nem? Hát olvastam, persze, de akkor, akkor az a munkából való olvasás volt. Uh -huh. Tehát ez nem az öröm. A, az igen, tehát én, én még nem ültem le, így önmagomban elolvasni, úgyhogy nem tudok el, erre válaszolni. Én nagyon bízom abban, hogy azon kívül, hogy egy ilyen ismertebb pofának az életéről lehet tudni ezt, azt, mondom, azt. Mert nekem ez nagyon fontos volt, mert mondtam a Juditnak, hogy én nem akarok semmilyen, tehát én nem akarok ilyen szob, szobrot, meg semmilyet, mint amit nem akarok. És akkor a Gyudit azzal győzött meg, hosszú évekig mondta, hogy ezt meg kell csinálni, ezt a könyvet, én hosszú évekig ellenálltam, és azzal győzött meg, hogy hogy valahogy az, az én életemen keresztül, az én szakmai életemen keresztül, de ilyen szempontból lényegtelen, hogy ez én vagyok, ez lehetne más is, csak ugye én annyira kirakadban voltam, vagy vagyok, hogy sok mindent lehet arról beszélni, hogy az elmúlt 30 évben itt a kultúra területén mi történt Magyarországon. És hogy mondjuk egy önállóan szabad gondolkozó, alkotó embernek hogyan és miként alakul az élete. És az viszont már egy társadalmi vizsgálódás. És az szerintem fontos, hogy az kvázi valami lenyomadban megmaradjon. Még ha úgy is, hogy nem én maradjak meg, hanem hogy mi történt egy olyan típusú emberrel, mint én az elmúlt 25-30 évben. Alföldi Róbert, köszönöm szépen, hogy itt köszönöm. Köszönöm.